Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy ünnepélyes pillanathoz érkeztünk, és engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Hajdúné Szabó Ágnest, néhai Hajdó Tibor feleségét, a lányait, és feleségét, dr. Hajdú Ritát, és köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényünket. Nagyon köszönöm. Felkérem dr. Vitai Márton ős államtitkár urat és Mocz András elnök urat az emlékmű teleplezésére. El kell, hogy mondjam, az emlékművet Török János erdőtulajdonos és erdőgazdálkodó adományozta. Köszönet érte, köszönet az adományért. Igyekszünk megőrizni Hajdú Tibor emlékét. Jó esetben beleszövik ebbe a munkás életbe az illető egyéniségének különlegesen erős vonásait, de az emberről magáról általában kevés szó esik. Pedig ha valaki, akkor te Tibor olyan ember voltál, aki szeretete méltóságával, emberségével, végtelen empátiájával mindenkit örökre magához vonzott, aki egyszer megismerte. Soha nem láttam még megemlékezésen annyi gyászolót, mikor 11 évvel ezelőtt itt az egervári temetőben búcsúztattunk. Mert senki sem tudott távol maradni onnan, ahol egy olyan ember temettünk el, akire mindenki szeretettel emlékezett. Nem tudom, hogy voltak-e Tibornak ellenségei, de az csak olyan ember lehetett, aki nem ismerte személyesen őt. Mikor megpróbáltam összeszedni a gondolataimat ehhez a megemlékezéshez, folyvást attól tartottam, hogy ne mondjak olyan sokszor idézett gondolatokat, mint hogy az ilyen embert jókedvében teremti az Isten, vagy hogy mindig a legjobbak mennek el. Mégsem tudom elkerülni, mert mindkettő rólad szól, Tibikém. Mi évfolyamtársai több mint 30 évig ismerhettük kedves személyiségedet. Együtt voltunk katonák, egyetemisták, és a közös szakma, a gyakori találkozóink később sem engedték meg, hogy eltávolodjunk egymástól. Ott a katonaságnál lettünk évfolyam, és te már akkor is ennek az évfolyamnak az elnöke voltál. Utoljára 2007-ben voltál velünk együtt a 25. évfolyam találkozónkon Sopronban. Lefogyva, megritkult hajjal és a fekete szakállad nélkül álltál az elnöki asztalnál. De ha becsuktuk a szemünket, amíg beszéltél, akkor az te voltál megint, és árad belőled a jókedv, a bölcs derű, az életszeretet és az együvé tartozás. Azt mondtad, a betegséged egy kegyelmi állapot, mert te annak tartod, hogy emiatt olyan sokan keresünk meg telefonon, ülünk az ágyad mellé, és most így mennyivel többet tudsz velünk együtt lenni, mint korábban a sok munka és elfoglaltság között. Látod, még akkor is másokra gondoltál, akiket nagy szívedbe fogadtál egy életre. Méltatlanul rövidre szabott életedet áthatotta az erdő, a vad és az erdész szakma szeretete. Pókaszepetken születtél, a ferenceseknél jártad ki Esztergomban a középiskolát, és ez nem volt igazán jó ajánlólevél akkoriban az egyetemi felvételinél. Téged is csak második próbálkozásra vettek fel, bár az elért pontszámod alapján bárki másnak elég lett volna ez a sikeres felvételihez. Te akkor sem csüggettél el, hanem egy éven keresztül elmentél favágónak, szülőföldet szeretett Erdeiben, megismerted és emberül álltad a rendkívül nehéz fizikai munkát, és később is ennek az időszaknak mindig csak a szépségeiről meséltél nekünk. Mikor felvettek az Erdészeti és Faipari Egyetemre, szeretett alma máterünkben is más szelek fújtak, hiszen befogadták és engedték a selmeci hagyományok ápolását, így ennél jobb időszakban nem is kerülhettél volna oda. Mindig elsők között voltál a hagyományok őrzésében és gyarapításában, legendás Valéta elnökévé váltál a tanulói ifjúságnak. Később is egyik legnagyobb megtiszteltetésnek érezted, amikor évtizedek múlva meghívást kaptál az Egyetemi Államvizsgabizottságba. Végtelenül vigyáztál, hogy jól kérdezd a megszeppent delikvenseket, ne riaszd meg őket, és mindent megtettél, hogy oldott hangulatban tudásuk legjavát adják a vizsgán. A végzés után hamar megtaláltad azt a szakterületet, ahol kiteljesíthetted elhivatottságodat, tudásodat és szorgalmadat. Az erdőrendezők között találtad meg a helyed, és természetesen nem hagytad el Zala megyét és annak gyönyörű erdeit. Rövid időn belül a zalaegerszegi erdőtervezési iroda igazgatójának neveztek ki,
Az összevonások után rád bízták az erdők tervezésének és felügyeletének vezetését is, és meghatározó alakja lettél a megyei erdészeti igazgatásnak. Munkatársaid javarészt a barátaid is voltak, és ezért nagyon nehezen élted meg a kényszerű létszámcsökkentéseket és átszervezéseket. Bár igyekeztél nem beszélni erről, de mindannyian éreztük, hogy igénybe vettek és megviseltek az ezzel kapcsolatos döntési kényszerhelyzetek. Sok társadalmi feladatot is magadra vállaltál. Az Országos Erdészeti Egyesület Zalai helyi csoportjának több cikluson keresztül voltál szeretett és mindenki által tisztelt elnöke. Ezt a megbízatásodat is arra használtad fel, hogy az egyre növekvő számú tagságnak kiváló programokat, az egyesületnek pedig megbecsülést szerez a szakmán belül és azon kívül is. Másik nagy szerelmed a vadgazdálkodás és a vadászat volt. Itt is hosszú időn keresztül elláttad az Alamegyei Vadászszövetség elnöki tisztét. Bizony ez a terület sem volt konfliktusoktól mentes, és rendkívüli diplomáciai érzékedet, kompromisszumkészségedet kellett latba vetni a problémák megoldásához. Ha ez sem segített, akkor bámulatos humorérzékeddel tudtad a megoldás irányába terelni az eseményeket. A rád jellemző szerénységgel ebben a magas pozícióban sem a trófeák, hanem inkább a vadászélmények emléke gyűjtését tartottad a legfontosabbnak. Az erdészek, vadászok és a civil társadalom is elismeréssel adózott áldozatos munkáddak. Megkaptad a Prosilva Hungária kitüntetést, a Magyar Vadászatért Emlékérmet, a Hubertus keresztet, a Pro Urbez Alaegerszeg kitüntetést. Emlékedet a Szentgyörgyvöldi Szállalóerdő kopjafája is őrzi, amit 2011-ben az Egyesületi Vándorgyűlés keretében avattunk fel. Gyönyörű családod, feleséged és kislányaid körében próbáltál újra feltöltődni, és erőt gyűjteni az újabb elét toruló feladatok elvégzéséhez. Mindemellett sosem feledkeztél meg a barátságok, a szakmai és emberi kapcsolatok ápolásáról sem. Sosem tudjuk meg, hogy a számtalan stressz helyzet, szinte megoldhatatlan probléma mekkora szerepet játszott abban, hogy megtámadjon a szörnyű betegség, és bármennyire nyílt és tiszta szívvel vetted fel ezzel is a harcot, mégis 51 évesen elvesztettünk. Egy szakma gyászolt akkor, és egy szakma érzi most is a hiányodat, és annak a hiányát, amit emberségeddel te képviseltél közöttünk. A hálás magánerdős társadalom is szeretné kifejezni tiszteletét és megbecsülését Hajdú Tibor erdőmérnök és vadgazdamérnök iránt, és ezért a magánerdő tulajdonosok és gazdálkodók országos szövetségének vezetése úgy határozott, hogy emlékére Egerváron, nyugvóhelyén fasolt telepítés avat fel. Köszönet és hála érte. Tibikém, nem felejtünk el. Tisztelt hölgyeim és uraim, kérem Sárvári János urat és Zámbó Péter elnök urat, hogy a tisztelet és emlékezés koszorúját helyezzék el.